Na, hello, bello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, újabb Sprint IRS videó, újabb moddolt járművel érkeztem, és ennek az apropója az ennek a járműnek, hogy Vince nevű nézőm rám írt, hogy próbáljam már ki ezt a járművet, mivel ő nekik van egy olyan ilyen, és arra használják, hogy kombányból ebbe ürítik a gabonát, értitek? És egy igazi van ilyen nekik, és jó lenne, hogyha látnám, hogy mégis mit kezdek vele terepen, meg hogy mégis hogy közlekedek vele. Na, előre is megszavazok ennek egy ilyen bizalmat, mert tetszik ez a jármű egyébként. Ja, és még valami, a Manos videóban, írta ez a srác, hogy a Manos videóban említettem, hogy nem tudom, hogy nevezik ezt a mankókerekes dolgot, tudjátok, amikor ilyen járműveken hátul van olyan kerék, amelyik így, ha a teher éri, akkor megy csak le. Na, ezt bogi keréknek nevezik, azt mondta, hogy ezt jó lenne, ha megmondanám, mert a fajó volt az előző videóban. Na, nézzük meg ezt a járművet. Hát, egész csinosan néz ki, bár itt ez a MOM felirat az elején, az lehetne élénkebb is. És a kerekek is nagyon feketék, minden nagyon fekete, de mindjárt teszünk róla, hogy ne legyen ilyen. Összesározzuk, ne féljetek, srácok. Van egy probléma még itt egy kicsi, az a probléma, hogy azt írták a fórumban, ahonnan letöltöttem ezt a gépet, hogy kicsit bagos. Kicsit bagos, olyan abból, és ott mutatkozik meg ez a bagossága, hogy ha néhány szerelvényt, ha felrakunk rá, akkor elkezd nagy tomra lagolni a játék, gyakorlatilag eldobja teljesen a frame-et. Na, én bejárok ide, és akkor megnézzük, hogy milyen cuccokat lehet feldobálni rá. Végignézzük, oké, srácok. Kezdjük mondjuk a kerekekkel. Milyen kerekeket lehet, ugye? Aha, lehet láncos kerék, meg nem láncos kerék. Oké, láncos kerék, szerintem ezzel egyezzünk ki. Nézzük a felszerelést. Ja, ezt le kellene vennem. Ugye, ez egy ilyen tipikus. Minek nem az ilyen ponyvás cucc, ugye? Opa. És egyébként már ezen érezhető, hogy eldobja a frame-et. Valahogy nem sikerült a modern csapatnak, vagy a srácnak megcsinálni tökéletesre ezeket a modelleket, mivel olyan furi. Ó, és egy evakuátor, amivel ugye arra jó, hogy fel lehet erre járni egy járművel hátulra. Na, ugye ennek le lehet elvileg nyitani a hátulját, nézzétek így. És akkor fel lehet elvileg, nem elvileg, gyakorlatilag fel lehet menni rá, és akkor lehet szállítani más gépeket is. Azért ugye itt van ennek egy ilyen, látjátok, itt van egy ilyen pont, amivel lehet csörlőzni fel gépet, hogyha esetleg le van robbanva, tudjátok, hogy nem az kell, hogy jaj, akkor nem tudtok feljárni, hanem itt ezzel fel tudjátok csörlőzni. Na, akkor ugye ezt megnéztük, nézzük tovább. Aha, van ez a tipikus fa szállító dolog. Ez teljesen jól működik. És lesznek ám különben vontatmányok ehhez a géphez. Pont ehhez, ezt mondta a srác, vagy azt mondták a fórumban, hogy ezek a vontatmányok, ezek a magasak, mindjárt nézzük. Nem ezt akartam, hanem ezt a platót. Itt egy ilyen tipikus, jó kis plató. Szépen kidolgozott, ilyen, nem is tudom, alumínium talán. És akkor itt vannak ezek a vontatmányok, amitől láthatjátok, hogy kapásból, ahogy mozog, amikor elkezd mozogni, akkor iszonyatosan elkezd lagolni tőle a játék. És ebből van néhány verzió, ugye van a faszállítós dolog is, és az faszállítóstól is. Faszállítóstól is van frameveszteség, de annyi nincs, de egyébként van. Csúnyán elkezd akadni a játék tőle. A platform, ez micsoda? Aha, ez ilyen plató. És akkor van egy troll, ami ilyen autószállító cucc. Nézzük meg, ettől is akad. Új gyerekek. Hát, több mintha annyira nem akadna, nem? És azon gondolkozok, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha a ilyen autómentősdit játszanánk? Ez úgy jó lenne? Csinálok egy olyat, hogy leakasztom azt a cuccot, és erre megpróbálok feljárni valamilyen géppel. Természetesen felrakom rá az evakuátort. És akkor elmegyünk kicsit tovább. Vagy távolabb tovább. Sőt, próbáljuk ki milyen, amikor felcsörlőzünk erre egy gépet. Megpróbálom ezt az uralt felcsörlőzni, bár az uralról le fogom menni ezt az ötteltesen nagy dobozt. Ez egy csúf. Egy csúf. Benne. Na,
Rá kellene tolatni. Egyébként enyhén akar ez a játék ezzel a géppel, nem tudom, tényleg. Valahogy nem sikerült tökéletesre megcsinálni. Ahogy rá kellett tolatnom, elég nagy, nem sok mindent látni. Hát, gyerekek, ez nem egyszerű a rátolatás. Lehet, hogy kimegyek az útra, és akkor az urallal megpróbálok feljárni inkább rá. Bár nem tudom, hogy meddig tudjuk vinni ezen a terepen, mert gondolom leúlik róla. Na, csináljunk egy olyat, hogy akkor egy kicsit előbbre. És az lesz a helyzet, hogy... Arvenszel, és akkor elvileg a hátulja legyen. Tökéletes. És most. Nyomok egy kézféket. És átváltunk akkor az uralra. Uralom vagyunk. Ura vagyunk a helyzetnek. Nagy kerekek, nem tudom, talán jobban fog. És erről leszerek mindent, hogy jól lássunk, és akkor így. És akkor így álljunk neki elindítani a motort, nem ártana, ugye. Próbáljunk meg felmenni, vagy megpróbáljuk felcsörlőzni, srácok. Nem tudom mi miatt, de enyhén akar ez a játék, mióta ezt a modot felraktam. Lehet, hogy ez a trailer, ami itt van, az zavar be. Hát... Hú, basszus. Azt nézem, mint hogy kicsit szélesebb lenne az uralunk, mint a maga ható. Csináljunk már egy olyat, hogy próbáljuk meg felcsörlözni, akkor használjuk ugye, hogy elvileg kell ezt a gépet. Ilyen autómentőként. Ilyen advanced start engine, és akkor... nézzük meg, hogy mennyire működik ez. Szépen, lehet, hogy ezt autóra kell raknom, hogy... Hát baj van gyerekek. Nem nagyon akar jönni, egy kicsit megakadt. Mindjárt meghúzzuk egy picit. Kicsit megakadt. Próbálom kimozdítani. Nagyon nem akar. Szerintem ott a lökhárító az, ami elakadt. Lehet, hogy elengedem, visszaborul, vagy kimegyünk alul, és akkor lendületből egy picit. Próbáljuk még egyszer. Nézzük. Aha, nem nagyon akar. Az lökhárító megakadra, és nem tudja felvenni. Hát ez így nem lesz jó. Azt kell csinálnom, hogy urallal vissza, és akkor esetleg hátrafele, meg akkor talán nincs annyi olyan pont, ami így elakadhatna. Még elfelejtem, hogy ez a síkság mapon vagyunk, ugye? Hogy ez már itt az elején nagyon szuperul sáros. Próbálok rávenni valamennyire. Oké, okay, így jó is lesz szerintem. Change track. És akkor átülünk ebbe. Ja, hát már sározódik a kerék, így már egy kicsit jobban néz ki. Nem olyan steril. Advanced. Csörlőzőpont. És akkor egyszerre kellene látni mind a kettőt, mert nem akarja így. Na! És akkor csináljuk egy automatára. Ha ezt és akkor így. Hátrafele remélem, hogy felhúzza. Ha. Így már jobb, így már jobb. És tök jó szépen középre behúzza talán. Na. Húzzad. Meg vagyunk lőve. Ilyenkor felcsuknám a hátsó ajtót, mi lenne gyerekek szerintetek? Na, kicsit hátra megyek, talán a lendület felhozza ezt. Ahogy... Nagyon hosszú. Megpróbáljuk felcsukni a hátsó ajtót? Lehet, hogy ez egy kicsit drasztikus lesz, nem? Vagy pedig inkább nyomunk egy change trackot. És átülök ebbe, ott egy kézifék kapásból, és akkor... Így valahogy, így nagyon jó, így megvagyunk itt ütközterve. Ez a baj, a hátulját lehet, hogy nem nagyon tudom felhajtani, de talán. Bár, ahogy elnézem, lehet, hogy sokáig nem fogunk ezen fennmaradni, mivel
Látjátok, lelóg a félkerék kapásba. Hát nyomok egy izét, egy kéziféket, és akkor átörök a mamma, meglátjuk, hogy mi történik. Így nem akarja? Akkor majd így. Oké, srácok. Jó, hát felcsukódott, talán még tart is valamit rajt. Advanced is, akkor próbáljuk meg valamerre elmenni. Nem tudom, hogy merre le. Azt hiszem, hogy arra... Hú, merre van valami jó út. Nem tudok egyetlen menni? Indulja ezzel? Nem lehet kicsi súlya az ennek. Ez... Gyerekek, ez az első kuppanónál le fog esni az ura, szerintem. És az eleje, úgy látom, hogy ennek nem hajt ennek a járműnek. Ó, jaj. Még ráadásul veri a kabint is. Hú, basszus. Akkora súly van hátul. Az egész uralnak a... Jézus Mária. Le fog esni az ura, ez volt ilyen. Le fog zuhanni. És mind... Jaj. Hát, én nem hiszem el, hogy mindig erre rül, és le is esett az ura, eddig tartott, jó. Hát ez nem volt jó ötös. Jó, hát ez ennyit szenvedtünk azzal, hogy felrakjuk, most meg itt lehet lefutjad. Hát, srácok, azon gondolkozok, hogy mit kellene, milyen kihívást kellene csinálni ennek. Meg kellene néznünk, hogy milyen lehetőségek vannak, mit tudunk felrakni olyan dolgot, amivel lehetne fákszájtni. És egyébként látjátok, ide értem ehhez ez a vontatmányhoz, és itt elkezd akadni a játék. Tényleg ezektől a pótkocsiktól, ezektől kezd el akadni. Na. Ha nézzük, hogy mivel tudunk szállítani. Evakuátor. Aha. Igen, ezzel lehetne például. Ezzel. Meg ezzel is lehetne. Tehát igazából ezzel kellene, nem? Na jó, hát akkor menjünk ezzel, aztán nézzük meg, hol van a legközelebb falerapat. Falerapat. Ja, hát ott van fent, ugye. Oda viszont elég könnyen el lehet jutni. Megpróbáljuk, srácok. Na. Basszus. Elmegyek ez mellett, póltaj mellett, azt beakad az egész játék. Eltávolodunk, akkor meg így szépen. Látjátok, most meg egyből simán volt. Úgy nagyon valamit elnéztek a készítők. Egyébként tök jól megy ez a jármű. Az eleje nem hajtott szerintem, de mindjárt kiderül. Hogyha a sárba majd így jobban belássuk magunkat. Látjátok, igen, az eleje nem hajtott, pedig wifi meg minden be van kapcsolva. Folyón átkerés, nem tudom mennyire fog menni neki. Jó, szupi. Megy, jó, ez oké, nagyon rövid, de szép az a játék. Jó, és megpróbálok egy manuális plusz egyet kapcsolni itt majd, amikor itt begyorsulunk, itt egy elég egyenes rész van. Sőt, tudjátok mit? Ó, és nem fulladt le, hanem elindult. Majdnem megfulladt, majdnem. Elkezdett menni a csík. Ó, elnézést. Nem tudom. Ó, jaj. Basszus. Ez nagyon majdnem leestem, vagy elborultam. Nem tudom, merre menjek. Szerintem balra kellene, nem? Merre szoktunk menni, gyerekek? Vagy jobbra? Jó, én gondolkozok rajta. Menjünk vissza, aztán menjünk jobbra. Jobbra akartam egyébként menni, csak itt annyira elsodolja itt a járművet ez a sár, a mélyebb sár. Menjünk. És ugye visszakapcsoltam automatára inkább. Az a baj, hogy olyan gyorsan se kell menni, mert szanaszét töröm a gépet. Jó, de nagyon jó. Jól néz ki a gyerek. És érdekes, hogy az összkerék az van, hogy be tudok kapcsolni összkereket, de az eleje akkor se hajt. Ha nem gondolom, akkor a hátsó kerekek azok, amik így elkezdenek hajtani, mind a négy. Na gyerekek, hát ez nem lesz egyszerű megint. Ó, basszus, merre kell itt kivennem? Kövessük a nyomokat, ugye? És egyébként Vince, ugye aki ajánlotta ezt a játékot, vagy ezt a nem a játékot, hanem azt a modifikációt, írd meg rá nekünk, légy szíves, hogy ez mennyire hiteles, hogy ez jó telepjáró képességekkel rendelkezik ez a gép. Mert oké, ugye, hogy Combine-ból engeditek rá
a gabonát, de hát az nem biztos, hogy ugye attól még annyira jól megy terepen, mert azért a tarlón, amikor mész rá, akkor valamennyire sík terep. Mondjuk aztán nem tudom, hogy milyen vidéken laktak, mert például itt nálunk, itt nem nagyon van ilyen sáros. Ó, basszus, mi ez? Gondolkozok, hogy tudok én itt tovább menni. Arra balra kellene mennem. Jobb beálltam ide a sárba is. Ez az összes lehetőségem? Csörlődésre? Hát ez nem sok. És nem! Ez mi az az összkerék itt, gyerekek? Mert van, tudok kapcsolni az összkereket. Ez jó, fordítva működik. Nézzétek, összkereket nyomok, kitapcsolom. Ja nem, jól működik, én vagyok a hülye, elnézést. Ja, az összkerék akkor az úgy működik, hogy csak a hátsó kerekek is elkezdenek hajtani, akkor. Ezt nem tudom, ez tényleg így működik ebben a járművel. Aki ismeri, akkor azt írja meg, Léci, mert nem nagyon vágom el. Hát itt kellene elmennem, csak nem, lehet, hogy nem kellene belemennem a paziszkolyára, olyan nagy sárba, nem! Nem hiszem el, hogy felborítottam, gyerekek, megyünk vissza garázsba, úgyis lemegy a nap. Kihízünk egyet addig legalább. Hát valahogy próbálva elterelni ezt a nagy baromságot, amit ide műveltem. Na jó, menjünk. Azt mondja, hogy... Jó, elmegyünk inkább akkor másik oldalra, ez nagyon necces volt ez a terep. Nem emlékszek erre mapra, komolyan. Ezt már rég megcsináltam, csak ugye úgy csinálom, hogy a... Azokat a... Amikor modifikációkat próbálok, akkor egy külön spintirezbe másolgatom be mindig, hogy ne bukjam el ugye a teljes játékomat. Ne kell mindig újra telepítenem, hanem azt csinálok mindig a... Vagy van egy ilyen mentésem spintirezbe, és akkor abba rakom be. És akkor azt mindig törlöm, és akkor megint újra. Mindig forog a kereke az ennek az uralnak. Most kacok. Nyomjuk neki. Azért meg kell hagyni ezek a járművek, nem erre a felepet lettek tervezve, nem? Azért ez inkább országút, mint ugye erdőbe sárba. Lehet, hogy megkockáztatom, azért ennyire nem lenne jó itt ez a gép szerintem, hogy így a valóságban ilyen sárba belevinnétek. Nem tudom, hogy például ezen a helyből egy ilyen mély sárba így felmenne. Már aztán látszott kerekekkel lehet, hogy megoldaná. Bár gondolom sérülne hagyva főbe, azért ezek az elemek elég alacsonyak. Elég alacsonyan vannak ezek a lökhárító meg ennek. Na, ez egy sokkal jobb út, mint az előbbi volt. Ez egy elég száraz is. Igen, a lökhárító nagyon alacsony, úgyhogy marha óvatosan kellene mennem az ilyen helyeken. Ja igen, és itt ez a tó. Csak éppen most. Másfele el tudok menni. Itt, ha jól emlékszem, valahol, hogy csináltuk ezt meg, srácok? Valahogy el lehet jutni túloldalra. Innen a túloldal, itt ezt a szigetet kellene érítenem, ha jól emlékszem. Lehet, hogy ilyet kapcsolok neki. És akkor, hogyha mélyebb a víz, akkor is gyorsan át tudunk menni például itt. Ha oda túloldalra át kellene vágtatnom. Gyerekek, itt megpróbáljon átmenni? Azért az elég kemény, ez nem? Ezt most, hogyha... Mondjátok, hogy eléri az egyik fát, nem hiszem el, hogy ezt felborítottam, de, oké. Okay. Állj fel, légy szíves, állj fel. Azt a rohadt. Azt a franc, egye meg gyerekek. Hát ez nagyon ciki lett volna, ha megint felborulna, oda át kellene ugranom valahogy. Elindul ez így? Nem. És nem hiszem el, hogy itt milyen. Oké, tudom, azt gondoljátok béna vagy, de nem, egyszerűen nem látjátok, mi tört, mi van a víz alatt. Jó, itt ez elég sekélynek tűnik. Nézzétek, hogy borul már megint. Mi ez? Jézus Mária! És az a baj, itt megáll a motor, akkor már nem indul el ilyen helyre, ugye. Jaj, Jézusom, Úristen. Kihívom gyerekek, ez nagyon nagy fasz volt, ez mi volt? Ez nem így kellett volna megoldani, hogy a víz alatt
sárga tenger alatt járóval változtatom a gépemet. Jó. Mehetünk. Oké. Okay. Na itt megint látjátok, ez így van ilyen helyek, úgyhogy ahol nem látni itt a part, vagy a parton ugye, hogy mennyire mély a talaj, ezt szépen fel lehet borítani, és eléggé olyan borulékeny az a gép ahhoz képest, hogy nem valami nagy szerelvény van rajta most. Jó gyerekek, itt mi van megint? Mi van megint? Itt egy... Ja, itt tudom, igen, itt ki lehet menni arra egyenesen, és akkor van itt egy elég nagy tisztás, ahol végig tudunk menni. Ha jól emlékszem, balra, ugye? Vagy jobbra? Balra. Hú, igen, itt nagyon jó. Itt lesz az a rész, itt meg is kellene jelölnem magamnak, hogy így, valahogy így. Igen, itt van egy ilyen vacak. Így, és akkor itt meg vissza tudunk menni, és erre. Erre el lehet menni. Valahogy, úristen, azért ez nem annyira egyszerű. Így. Na, jó. Van kihívás, lehet, hogy nem fogunk végigvenni. Nem tudom, hogy mi lesz, mi vár ránk erre. Nagyon régen játszottam ezen a mappon, úgyhogy nem nagyon emlékszem. Jó, hát itt vannak rám olyan terepviszonyok, hogy ez őrület. Sikerült ugye szépen lezúznom azt a gépet ezen a vizes részem. Viszont tetszik a gép, tök jó. Mármint azért, hogy nem csites, tényleg lehet szenvedni vele, de végse az, hogy ilyen teljesítetetlen vele a küldetés. Nagyon szépen megy, hát ennyit tud ez a gép, és kész, ennyi, nem kell itt. Hova tűnt a piros? Ja, arra. Okay. Ó, és nagyon hosszú, azért is furcsa egyébként. Na, marha hosszú, és ilyen nagyon borulékony ez miatt. Így elfordítjátok az elejét, és akkor azt hiszitek, hogy itt mindent van. Jó, hát itt megy, ez hogy fogok átmenni? Jelgáz? Jó, oké, felkapott az eleje. Hogy megy, nagyszerű, tökéletes volt, nagyon jó. Itt egész jó a terep. Imádom ezt a játékot, nem tudom megmondani. Komolyan, mindig úgy vagyok, de hogy így, most például elég jól elhanyagoltam, így talán 2 napot nem játszottam vele, de felrakok egy modifikációt, és ugyanazon a mappon, ahol már 86-szor mentem végig, mindig így elkezdem, és akkor, na, hát ez nem már voltam egy csomószor, de amikor elkezdem, akkor már nagyon bele tudom élni magam, és nagyon tudom szeretni, hogy van kihívás, egy a következő dombon megint átütni, akkor itt, hogy tudjuk megcsinálni, és hogy vajon mi lesz a következő kanyar után? Elfél-e a vajárba? Felborul-e? Mindig van ilyen kihívás. Még el kellene valahogy fordítani, anélkül, hogy felborulja, elég magas itt ez a port. Vagyis ez a záróport, vagy mindenki elég, tudjátok, az útnak a széletnek valami ilyesmi. Szupi, jó ez a mod. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velem ezt a modifikációt, nagyon örülök neki. Facebookon írt rám a srác egyébként, és ott küldte el a linket, hogy melyiket töltsem-e. Sokszor egyébként, erre kitérnék, ránézek itt a képek között, hogy írtok nekem meg ajánlatok modifikációkat, csak egy probléma van vele, hogy ha nem ST14-es, tehát nem SprintIRS 2014-es modifikáció, akkor nem tudom használni, mert ugye volt ez a dev mode, ez a fejlesztői kiadású SprintIRS. Na, ahhoz teljesen más modok kellenek, teljesen más autómodok, nem tudom berakni őket, nem feltétlenül. Hopp, elfért, jó. Azt hittem, hogy letöröm a tetejéről azt a valamit. Új, és nagyon-nagyon borulékony az a jármű. Itt is folyamatosan a levegőben van a leeső kerék, bal oldala. Na, nagyon érezni lehetett, hogy majdnem boruljak fel. Hogy nem stabil ez a gép, és biztos vagyok benne, hogy ezt a megrapom én fával, akkor ott fogom felborítani, és nem lesz köszönet. Úgyhogy nem fogunk ezzel se fartfájtani semmit, mert érzem rajta, hogy ennek az lesz a veszte, hogy én bele fogom borítani az első sárba. Itt is tök érezni rajta, hogy bármelyik pillanatban megborulhat. Na, és ez van ez a... És nem, itt már nem veszi be a plusz egyet. Nagyon nagy itt a sár. Lesznek problémák szerintem. Hopp. Erről beszéltem.
Ezért annyira nem volt ez veszélyes, és mégis már kezd el borulni. Kénytelen vagyok itt a sárba tolatgatni az miatt, hogy ne borítsam fel, és szépen beleásatom magam. Mennyire kéne egy szíves? És az eleje ugye nem hajtoz meg, nagyon-nagyon problémás egy ilyen járműnél. Oké, ezt felszabadítottuk, ide bemegyünk, megrakjuk fába és megnézzük. De ez, ez például mi volt? Yes. Kicsit megsüllyed az oldala, az egyik oldala, és akkor elkezd borulni. Most például nézzétek, hát mi történt itt? Az a gond, hogy itt, hogyha meg van ragva ez fával, akkor már én itt meg vagyok a sárba fekszem. Hát, nem lehet, nem, nézzétek. Ez nem fog működni. Ez biztos, hogy nem fog működni, nem fogom tudni megcsinálni, de egy próbát természetesen meg fog érni. Meg kell fordulnom el abba. Ugye mindig a szememre vetitek, hogy miért nem fordulsz meg, amilyen felrakod a fát, hát nem jobb úgy. És én, akkor én mindig tudatosítik bennem, hogy passzus, de hülye vagyok. Tényleg úgy kellene. Oda nem fér már be, ugye? Nem. Terebbre megyünk meg. Úgy, úgy, szupi, jó. Oké, okay, akkor így egyenesen állunk, nagyjából. Megkaptuk a szállítmányt, és akkor próbálkozzunk meg vele. Gyerekek, ha addig a kamozig elérünk, akkor megetszem a kalapom videóban, komolyan. Biztos vagyok benne, hogy fog. Tuti, hogy fel fog borulni az a gép. Ha csak nem. Csak nem jót tett neki az, hogyha meg van pakolva. Ne, borulj fel. Ne, nem akarom, hogy felboruljon, nem akarom, nézd. Szedem arra is. Kült, szépen kiraktuk a rakományt. Na gyerekek, erre beszéltem, sajnálom tényleg, hogy ez történt, de ezzel a géppel. Ez történik, ezzel nem lehet más csinálni. Csináljuk, meg próbáljuk meg felállítani. Nagyon mázli van, hogy ott van egy fa, meg ráadásul itt a kamaz is, azzal is meg tudnám azt csinálni, hogy felállítom. De... az a baj, hogy... ezzel nem tudok oda akasztani. Semmi olyan lehetőségünk nincs. Próbálkozunk meg ezzel, de lehet, hogy még jobban felborítom, de mindegy, mert a kamazzal majd tudok valamit kezdeni. Jó, feláll. Oké, felállt. És akkor próbáljuk meg, nézzük meg, hogy mi történne, ugye. Most például arra kellene majd tovább mennem megrakott, tehát itt ezek a fák, ezek itt jól el vannak. Most rakottam, hogyha elindulnék ezzel a járművel arra, mi történne. Úristen! Kicsit szarrá sárasztam. Ugye az történne, hogy jó, oké, a fák lekerültek, és ugye elképzelhetjük, hogy ha mi van akkor, hogyha meg van ragva. Nem megyek vissza még egy adag értel, semmi értelme. Meg van ragva akkor. Ha meg lett volna ragva itt, akkor tudja, hogy felborul már most. Az biztos. Azonban itt kell mennem, mert itt nincsenek kövek, amit látjátok. Szóval most elég jól elborulva, most egész jól megy. Nem tetszett neki biztos, hogy a buksiját beletolta a sárba. Nyomunk neki egy ilyet? Próbáljuk, srác. Jaj. Ilyen kis hajó érzete van az embernek, így hidd el. Balra, jobbra. És egész jól elkapta. Jaj. Ilyen Mondinerből vettük a kanyart. Motorosok tudják mi az. Amikor Mondinerből veszel a kanyart. Cross motorozás. Endurózás. Van létezik ez a fogalom. Ó, oh, jaj. Hát ez nagyon vizes lett az a gép. Na jó van, oké, szerintem ennyi elég is volt. Jó, tetszik. Esetleg az első pályákon még szerintem használható is lenne, ugye.
Viszont azért próbáltam ezen a mapon ki, mert a kamasz, vagy nem a kamasz, hanem a kraznak a rosszra épül rá a modell, azt cseréli ki, ugye? Jó a modell, annyi, hogy egy kicsit bagos a porkocsik, ugye lagoltatják a játékot agyba főbe, de maga ez a gép, ez tök jó, így jól élvezetes vele játszani, tényleg az első, hogyha nem a krazra van kicserélve, az első mapokon tökéletesen használható szerintem. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, ja, és Rust, az biztos, hogy lesz, érkezni fog, ne haragudjatok, hogy egy kicsit késtem vele. Ugye mondtam, hogy gameplay-en kívül is játszok vele, hogy egy kicsit felfejleszem vissza magam, tudjátok, amikor elvesztek a cuccaim, és az miatt most egyelőre nem volt videó, na, de lesz belőle rész, természetesen. Köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!